Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Kedves nézőink, az elmúlt hét szombatján ünnepeltünk Székesfehérváron, megint egy sportünnep volt. Első ízben kapott lehetőséget a Phoenix Rock'n'Roll Sportlánc Egyesület, hogy országos versenyt rendezzen. 22 csapat nevezett az előzetes monitoring rendszer alapján, hogy így mondjam, tehát nem lehetett csak úgy nevezni, hanem természetesen volt ennek előzménye is. Csak nem 600 versenyző mérettette meg magát, fantasztikus esemény volt, mi is beszámoltunk róla, bizonyára látták, és már most felhívom figyelmüket, hogy a hosszú összefoglalónkat rövidesen szintén képernyőn köszönhetik. Vendégem Benedek Dóra, az Egyesület elnöke, kezét csókolom. Jó napot kívánok! Nos, Dóra, erről a versenyről azért most az előjáróban hadd mondjuk el, hogy az Angel Lips a felnőtt kategóriában megvédte immáron harmadszor a bajnoki címét, ezúton is gratulálok. Köszönjük a lányoknak szépen. És önnek is. Fantasztikus koreográfia volt, és azt hiszem, hogy a rangos zsűrinek is méltán nyerte el a tetszését. A beszélgetésünk pedig irányuljon inkább arra, hogy hogyan alakult ki, hiszen mindösszesen 4 esztendeje működik Székesfehérváron a táncegyesület, és azt is megállapíthatjuk, hogy Papp Viktorral, aki a versenyigazgató volt, és egy nagyszerű ember, és utána néztem, ő valódi legenda a sporttáncban, immáron 33 esztendeje kimondani is, szörnyű, legalábbis ő azt mondta, hogy szörnyű kimondani. Ő elmondta, hogy ő miként kezdte, viszont azt szeretném kérdezni, hogy hogy jutottak el a személyes sorsán keresztül addig, hogy a sporttánc egyrészt gyönyörűséges, hiszen a lány esztétikum, forma, minden együtt van, és ráadásul a sporttánc jellege is, azt hiszem, hogy aki látta, zsúfolt ház volt az Arévcsarnokban, az Alba Régi Sportcsarnokban, az tapasztalhatta, hogy ez valóban így van. Ön miként kezdte? Hát, engem anyukám iratott be akrobatikus rock'n'roll-ra 96-ban. Én Balatonfüreden nőttem fel, és ott ismerkedtem meg ezzel a sportággal. 15 évet táncoltam versenyszerűen, és már egész kiskoromban elkezdtem koreográfiákat írni, illetve először kisedzőként, majd rendes edzőként tevékenykedtem az ottani klubban. És akkor hát egy nagy álom vált valóra, amikor saját utamat elkezdtem járni, és megalakult a Phoenix Rock'n'Roll Sportlánc Egyesület. Az addigi tapasztalataiból mit hozott? Hiszen, ahogy mondtam, csupa-csupa ifjú hölgy, akik nagyon-nagyon szépek, viszont azt kevesen tudják, hogy ez nem játék, ez nem tánc. Azért is van a jelzőszerkezet, hogy sporttánc. Szerepel akrobatika, hajlékonyság. Értelemszerűen művészi színvonalon kell tudni táncolni, és a koreográfiák is azt tükrözik, hogy ez egy nagyon komoly dolog, igazi sport. Így van. Hát rengeteget tanultam az anyaegyesületnél. Nyilván mindenki, ahol az alapokat megtanulja, és ahol felnevelkedik, ott rengeteg tapasztalatot gyűjt, és nagyon sok tanulságot levon az ember. Nem lehet ugyanúgy csinálni, és szerintem nem is kell ugyanúgy csinálni, hiszen mindenki a saját személyiségét, a saját értékrendjeit, a saját világnézetét fogja belerakni a saját egyesületébe, de nyilván rengeteget köszönhetek a Füredi Klubnak, és nagyon sokat tanultam. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy rendkívül dinamikusan fejlődik a sportág. Tehát ami mondjuk 10 évvel ezelőtt elég volt egy bajnoki címhez, az most már nagyon kevés. Egyre nagyobbak az elvárások, és ezt leginkább a pesti klubok támasztják elénk. Ők meg nagyon sokat mennek külföldre, és ők meg ugye onnan hozzák az éppen aktuális trendet. Úgyhogy tartanunk kell a lépést ezzel a dinamikus fejlődéssel, és egyre sokrétűbb az, amit követel ez az amúgy is összetett sport. Miként lehet felkészülni, hiszen itt egyszerre edző valaki és koreográfus. És pszichológus, és anya, és édesanyja. Ugyanis itt azért gyermeklányokkal kell elkezdeni,
és azért felnőtt tinédzserekkel, akik azért már mások, valljuk meg. Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert elég sok mindent ösztönből csinálok, és az eredmények, illetve a gyerekekkel való viszonyom azt mutatja, hogy az ösztöneim jól súgják, hogy mikor mi a helyes döntés, de valóban azt kell mondanom, hogy a junior kategóriás, illetve a felnőtt kategóriás lányokkal azért elég sok küzdelme van az edzőnek, ez szép küzdelem természetesen, de azért ott a prioritás már egy kicsit elmozdul. A sport az ugyanúgy a szíved csicske marad a felnőtt és junior táncosoknak is, csak hát annyi minden történik még az életükben, hogy elég szorosan kell tartani a gyeplőt ahhoz, hogy együtt maradjanak, és a siker az folyamatosan az életük része legyen. Egyszer már kérdeztem ezt öntől, de most megismétlem, mi mindent kell tenniük az edzéseken, a hétköznapokon azért, hogy amikor flitter és csodaszép festék és kész koreográfia, hogy a nézők tényleg ámuljanak, bámuljanak, tapsoljanak. Hát rendkívül kemény edzéseken vesznek részt a lányok. Én mindig el szoktam mondani, hogy az akrobatikusokon elég sok képességet igényel, úgyhogy nagyon összetettnek kell lenni az edzéseknek is, de emellett nagyon fontos, hogy szorgalmasak legyenek a versenyzők, és otthon még pluszba nyújtsanak, lazítsanak, figyeljenek mondjuk az étkezésükre, és azt is fontosnak tartom, főleg mondjuk már egy junior felnőtt kategóriás versenyző, hogy igenis plusz edzéseken is vegyenek részt, ami egy kicsit a mozgáskultúrájukat színesíti, vagy éppen az állóképességüket fejleszti, hiszen nem profi sport vagyunk, ők nem profi sportolók, ők emellett nyilván tanulnak, dolgoznak, tehát ezek a heti 2-3 edzés mellett jó, hogyha vannak egyéb kiegészítő órák. Tehát mert az alap a siker. Kezdjük el, hogy miként épül fel a Főnix, ugye a gyermekfővel kezdik. Igen. Az a tapasztalat, ugye ezt én magam is hallottam, hogy egyre több szülő gondolja úgy, hogy ez egy ideális sportág, nem csak a fiúknak, vagy nem csak a lányoknak, hanem akár a fiúknak is. Bár azt hiszem, hogy inkább jellemző a lányok. Így van. Hát nálunk a tojási csoport a legkisebb korosztályok, 3-4 évesek. Ott az az óra elsősorban arról szól, hogy megtanulják, hogy edzés van, hogy miről szól az edzés, hogy van egy kerete az órának, hogy mi az a bemelegítés, mi az a nyújtás, egy kicsit a mozgáskoordinációjukat fejlesztjük, egy kicsit játékosabb az az óra, tehát az egy nagyon alapfoglalkozás. Utána jön egy óvis csoport, ők ott már 4-5-6 évesek, ők heti 2-szer vesznek részt foglalkozáson, ők már koreográfiákat tanulnak, az ő feladataik egy kicsit összetettebbek, jobban kell figyelniük. Én azt szoktam mondani, hogy ez a két óvis foglalkozás, a tojási és a sima óvis óra is nagyon jó alapot adhat bármilyen sportághoz. Tehát, hogyha valaki beiratkozik hozzánk óvis órára, és ő belőle esetleg futó lesz, vagy valami labdajátékot fog űzni, akkor is egy jó alapot adhat neki, hiszen nagyon sok képességüket fejlesztjük és figyelünk rájuk. És akkor az akrobatikus rock'n'roll-al igazából csak a kisiskolás csoportban találkoznak a rock'n'roll lépéseivel, addig nem is rockizunk a gyerekekkel, hanem inkább előkészítjük őket erre a feladatra, és az elsős, másodikos korosztály, is még nagyon mély víz, a kisiskolás órán maga a roki. És akkor utána van haladó foglalkozás, és a kisiskolás haladó órákból szűröm ki azokat a gyerekeket, akikre úgy gondolom, hogy alkalmasak a versenyzésre. Tehát nem veszik el senki, ugye ezt megállapíthatjuk. A töpörtjük pedig szépen fellépdelhetnek azon a lépcsőn, ami elvezet a pódiumig. Igen. És a sikerig. Mi a trend a világban? Talán inkább kezdjük el, hogy Magyarországgal foglalkozzunk. Ugye ön azt említette, hogy Budapest központú. Hát mint minden Magyarországon jószerivel, de hát önök azért kellően eredményesek ahhoz, hogy a pestiek is felnézzenek erre a csapatra, a Főnixes csapatra.
az országban nagyon sokan foglalkoznak most már ezzel, hiszen láttam, ugye itt volt selejtező, és azért a 22 csapat, a java, már az is 22 csapat, az nagyszerű szám, ugye? Igen, illetve azt gondolom, hogy egy országos versenyen, hogy ilyen 5-600 körüli nevezés érkezik be, ez is azt mutatja, hogy azért egy elég népszerű sportágról beszélünk, és Magyarországon is elég színvonalasan hűzzük ezt a sportot. Ha kitekintünk, akkor mit látunk a környező országokban? Mert először csak azzal foglalkozunk. Hát a külföldi versenyre nem minden egyesület jut ki. Én nekem is csak párszor volt szerencsém részt venni nemzetközi megmérettetésen. Ott azt lehet látni, hogy azért minden országnak megvan a maga stílusa. Egy kicsit mindenki a saját nézetei szerint értelmezi az akrobatikus rock'n'rollt. Egyébként nemrégiben el is indult emiatt egy vonal a VRRC-nél, a Világszövetségnél, hogy egységesítsük a rockinak a szabályait, és például egy magyar hölgy, Kis Katalin is nagyon aktívan részt vett abban, hogy a rockinak az alapmozdulatait letisztázzák, és nemzetközileg is kialakuljon egy olyan kép a rockiról, amit mindenki követhet. Tehát minden országban. Tehát szükség van. Szabályrendszerre igen, de a szabályrendszer az eddig is megvolt, viszont olyan nagyon alapjaiban nem volt papírra vetve, hogy például az alaplépést hogy rúgjuk. És elmentünk egy külföldi versenyre, és mindenki egy kicsit máshogy csinálta. És ez az, amit most szeretnének megreformálni, és egy közös utat elindítani, hiszen Az a cél, hogy mindenki ugyanazt a rockit táncolja. Ugye nyilvánvaló, ahogy a stílusokról beszélt, az én hirtelen eszembe jutott, hogy akkor nyilván van latin, a latin országokban szláv stílus, aztán németes, tehát az a szigorú fegyelmezet, de ez nem egészen így van, ugye? Hát nem egészen, de például mondjuk az oroszokra nyilván nagyon jellemző az orosz mentalitás, ott nagyon hajtva vannak a gyerkőcök, nagyon keményen vannak nyújtva például, tehát ott nyilván az orosz vonal az megint látszik. Tehát, hogy azért minden nemzet képvisel valamit, és azt gondolom, hogy a sportáktól függetlenül is így van, ezt azért lehet látni a nemzetközi palettán. Mi, akik az akrobatikus rockkal találkozunk, az általában, hát ha nézünk amerikai sportokat, akkor nyilván látjuk a cheerleaders lányokat. Igen. Fantasztikusan tehetségesek, több ezet van merítési lehetőség, hiszen rang egy egyetemi bajnokságban, főleg tehát a profinál, meg arról nem is beszélve, rangot szerepelni. Hozzájuk képest hol tartunk? Egyetlen érdemes összehasonlítani? Hát, vagy ez teljesen más? A formációs akrobatikák, ugye, amit a lányok közösen csinálnak, abban valami szintű hasonlóságot lehet felfedezni, de itt muszáj megemlítenem, hogy nálunk le van korlátozva, hogy egyes kategóriában milyen akrobatikát szabad végrehajtani, és például ugye az akrobatikus rock'n'rollnak a legmagasabb kategóriája az az A kategóriás páros, amikor ugye szabadon repül a lány, több méter magas és szabadon szaltózik. Most nálunk ilyet formációkban nem enged a szabályzat, és az amerikai szurkoló lányoknál meg egy alapmozdulat, hogy a levegőbe dobják és szaltoznak, viszont ott olyan körülmények között edzenek, olyan feltételek vannak, amik lehetővé teszik, hogy mindezeket az akrobatikákat biztonsággal kivitelezhessék. Azért Magyarországon nem tudom, hogy hány klub edz olyan körülmények között, hogy lehetősége nyíljon esetleg ilyen szinten belemenni az akrobatikákba, és ilyen magasra vinni. Beszéljünk az ön tanítványairól. Mennyit számít a tehetség, és mennyit a szorgalom? Na, azt szoktam mondani, hogy a legfiatalabb kategóriákban elég a tehetség, tehát mondjuk children, serdülő kategóriájú táncosoknál, hogyha valaki rendkívül tehetséges, és kevésbé szorgalmas, ő ott még megél ebből, viszont később és hosszú távon én mindenképp a szorgalom mellett teszem le a voksomat. Volt már rá példa az edzői karrierem folyamán, hogy valaki nagyon tehetséges volt, de nem volt annyira szorgalmas,
szorgalmas, és előbb-utóbb lemaradt. És volt olyan is, aki nagyon szorgalmas volt, de nem volt annyira tehetséges, és nagyon-nagyon szép eredményeket ért el, és nagyon ügyes táncos lett belőle. Egyébként én saját magamat is úgy értékelem, hogy inkább a szorgalmam az, ami eljuttatott idáig. Ha visszanézem a gyerekkori videókat, nem látom, hogy akkora tehetség lettem volna mondjuk első és második osztályos koromban. No, ami szép a szemnek, a szakmailag bizonyosan nem egészen úgy van, vagy nem biztos, hogy úgy van. Hiszen ez a hiúság vására egy kicsit, és mindenféle pejoratív tartalomtól most a hiúságot megfosztjuk. Azért az szinte bizonyos, hogy kellő az önértékelése minden fiatalnak, hogy tudja, hogy ő szép, jól mutat, és a többi. Hogyan lehet úgy edzeni, hogy arra is figyeljenek, tehát itt már azt kérdezem, hogy hogy épül fel egy koreográfia, és milyen ruha illik hozzá, hiszen itt nagyon különleges ruhákról van szó, sminkről, igen, és a többi. Kezdjük a koreográfiával. Hát ez is a szakmai fejlődésnek a hozománya, hogy ma már nagyon fontos, hogy a zene, a koreográfia, a ruha az egy közös produktum legyen, és összetartozzon, és akár történetet meséljünk el. Régebben az akrobatikus rock'n'rollnál szólt egy jó, kemény rockzene, és arra ment a táncos produkció, és ez elég volt mondjuk egy jó eredményhez. Ma már főleg nagyformációs kategóriákban, ahol 12-16 lány táncol együtt, szinte elengedhetetlen, hogy szóljon valamiről a koreográfia, hogy legyen története, legyen témája, de én azt gondolom, hogy most már a kisformációknál is egy pluszt ad a koreográfia, zene és a ruha összhatása, hogyha szól valamiről. Akár kiválasztunk egy korszakot, akár mondjuk esetünkben egy előadót, vagy szinte jelmezszerűek a ruhák. Ezzel azért kicsit könnyebb sikert elérni, mint hogyha csak szimplán van egy látványos ruha, meg egy jó kis pörgős rockzene. Az már néha kevés az előadó művészetnél ugye alapvetés, hogy ki saját képére formáljon egy-egy előadást. Van itt ilyen, vagy szigorú, mint edző, mint koreográfus? Hát én elég szigorúnak vallom magam, és nagyon makacs is vagyok, úgyhogy ragaszkodom az elképzeléseimhez. És főleg ez, amiről már beszéltünk, junior felnőtt korban tud lenni konfliktus forrás, hogy ugye a lányoknak már saját véleményük van, saját ízlésük van, már ebben jól nézek ki, ebben nem nézek ki olyan jól, hú, ez jó ez a mozdulat, ez meg nem tetszik ez a mozdulat, és ugye ezt a véleményt már ki is nyilatkoztatják az edzésen. És nagyon fontos, hogy én edzőként a döntésjogát a kezemben tartsam, azt gondolom, mert igenis legyen meg az, hogy ki az edző, ki az, aki a döntéshozó, és ki az, aki azért van ott az edzésen, hogy végrehajtsa a feladatokat. Úgyhogy én nem nagyon szoktam engedni a lányoknak az akaratából. Illetve nálunk a ruhát is én választom, én tervezem, a zenét is én választom. Ötleteket elfogadok, de mindig szoktam mondani, hogyha valaki ötletel, akkor legyen kedves, ne sértődjön meg, ha esetleg nem az ő ötletét fogom felhasználni, mert szeretem, hogyha én irányítom a dolgokat, és az én elképzeléseim szerint alakul a produkció. Hiszen nekem kell velük dolgozni, bocsánat, egész évben, tehát muszáj, hogy én magaménak érezzem ahhoz, hogy a legtökéletesebb szintre tudjam vinni a koreográfiákat. Így van, jó. Miként épül fel egy próba folyamat? Tehát koreográfiát leírja, gondolom. Először nem. Zenét választ? Nem? Én úgy szoktam, hogy én az edzésen írom a koreográfiát. Régebben úgy csináltam, hogy megvágtam a zenét, és akkor otthon kitaláltam a koreográfiát, rajzoltam a kis pácika emberkéket, meg leírtam a gondolataimat. Viszont nagyon sokszor az volt a tapasztalatom, hogy amit én a fejemben elképzeltem, hogy ez hű, de jól fog kinézni, és mennyire látványos lesz, ez élőben annyira nem mutatott. És onnantól már ugye borult az egész rendszer, amit az ember előre leírt és elképzelt, úgyhogy a zenét vágom meg előre, a témát választom ki, a stílust, a karaktereket, viszont maga a koreográfia az ott születik az edzésen. Ez egy koreográfia a sztárokra épül, vagy a csapatra?
vagy vannak sztárok, viszont a csapatnak követnie kell, hogy a bizonyos történetben azért nyilván vannak főszereplők. Vannak olyan koreográfiák, ahol van főszereplő, vannak olyan táncosok, akik azért nagyon kimagaslóan ügyesek, és érdemes őket kiemelni, de vannak olyan produkciók, ahol nem emelek ki senkit a koreográfiából, ez szintén a témának a függvénye. Tehát például van egy olyan koreográfia, ahol van 5 szellem, és egy ijedős kislány, és akkor erre épül fel az egész. De mondjuk az előző koreográfiájukban meg ez a kislány nem volt kiemelt, hanem egyformán szerepeltek a tagok a produkcióban. De bizonyos értelemben kellő módon figyel a ifjú hölgyek lelkére is. Én próbálok, de mindig szoktam mondani a szülőknek, hogy azért elsősorban nekem szakmai döntéseket kell hoznom, emellett nyilván nézem az emberi oldalt is, és itt azért nagy az edzők felelőssége, mert gyerekekről van szó. Azért egy 8-10 éves kislány, vagy akár egy 12 éves gyerkőc nem úgy fogja fel a dolgokat, mint hogyha egy felnőtt táncosnak mondanám el, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy kommunikálom le a dolgokat, illetve aki épp nem főszerepet kap, hogyha így nevezzük, ő is jól érezze magát a bőrében, és ő is fontosnak érezze magát, hiszen ez az egész egy produktum, tehát mindenkinek egy csapatként együtt kell működnie. De Benedek Dóra szigorú mester, de ha kell, akkor néha megengedő. Hát igen, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy... Dóra, egy nagyon fontos kérdés. Ugye arról beszéltünk, hogy egy koreográfia egy esztendő munkája, és egy évig használják közel egy évig. Most ennek vége ennek az esztendőnek. Tehát már is kérdezem, ugye 3 a Magyar Igazság jegyében megszületett a 3. bajnoki cím. Ezúton is már sokatszor gratulálunk minden székesfehérvári nevében, hiszen ez egy komoly sporteredmény, ahogy Molnár Tamás is a tanácsnok, ként köszöntötte részt őket. Igen, Székesfehérvár a bajnokok város, a sportváros. És azt hiszem, hogy ehhez a jelző szerkezethez méltó a Phoenix Egyesület is. Nos, tehát hogyan tovább, mire készülnek? Most még lesz egy magyar bajnokságunk, úgyhogy az még egy nagyon fontos megmérettetés lesz. Országos versenyből 3 van egy évben, magyar bajnokságból viszont csak 1, és mindig ez az év utolsó versenye, és a magyar bajnoksággal zárul le az éves országos ranglista, úgyhogy még erre a versenyre mindenképpen ezzel a koreográfiával megyünk, és akkor decemberben a 2 ünnep között, meg ott szilveszter környékén szoktak megszületni az új koreográfiák. Hát ott nagyon magamba kell mélyülnöm, és éjszakákat szoktam eltölteni azzal, hogy kitaláljam, hogy kinek mi legyen a következő koreográfiája. Úgyhogy ez majd a decembernek a zenéje lesz. Ebben a formációban, az Angel Lips-re gondolok, benne van a fejlődés lehetősége? Mindenképpen, hiszen velük januártól szeretnék egy kategóriával feljebb lépni. Amint említettem, minden kategóriában megvan, hogy milyen mértékű akrobatikákat lehet végrehajtani, ha egyáltalán lehet a formációknál, csak a felnőtt kategóriások hajthatnak végre akrobatikát, és 2 kategória van elkülönítve, a felnőtt kisformáció, ahol most elhozták az aranyérmet, és a felnőtt nemzeti kisformáció, és a felnőtt nemzeti kisformációban már egy szinten magasabb akrobatikák végrehajtása is engedélyezett, illetve ott külön értékelik a pontozó bírók az akrobatikákat, minden akrobatikának külön pontszáma lesz. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a felnőtt nemzeti kisformációt is ebben a kategóriában is fogjuk tudni képviselni Székesfehérvár városát ezzel a csapattal. No, ehhez kívánok sok sikert, köszönöm, érdeklődéssel szépen várjuk, ha lehetőségünk nyílik rá, természetesen beszámolunk. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, hiszen azt hiszem, hogy Székesfehérvárnak szüksége van a pozitív élményekre a sportban is, és ezt megkaptuk mindez idáig önöktől, úgyhogy ez az esztendő sikerrel záruljon, úgyhogy ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm, illetve a meghívást is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Benedek Dóra volt, a Phoenix Rock'n'Roll Sporttánc Egyesület elnöke. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!